Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Bizonyára feltűnt nektek, hogy nem imádkozom, nem köszönöm meg, de ez nem így van, mert én tényleg imádkozom a jó Istenhez, megköszönöm ezeket a híreket, de nem itt a nyilvánosságon, hiszen számomra fontos, hogy ebben az esetben visszahúzódó legyek, kell a nyugalom, az a csend, és így köszönöm meg a jó Istennek ezeket a híreket. Tehát nem itt a videón látható, de meg van köszönve. Nem csak ezt az üzenetet kapom a Bibliából, hanem képeket is, és ez olyan, mint egy képes lap. A mai napon volt a képes lapon egy nagy alma, és az alma mögött elbújt két kis gyermek, egy kisfiú és egy kislány, de mutatták az arcukat így az alma mögül. Nagyon vidámak voltak, olyan játszadozóak, hogy mit jelent ez a kép, hogy legyünk vidámak, jelentheti természetesen a gyermekeket is, utal a könnyűségre, a játszadozásra, a vidámságra, és ami az almát jelenti, ennek van egy szimbolikus jelentés. Ez megjelenik mindig a mitológiában, és utal a halhatatlanságra. Tehát, hogy a lelkünk nem hal meg, hanem él tovább, és van egy újjászületés. Ezt is szimbolizálhatják a gyermekek. Hogy látod te ezt? Leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! És most nyitom a Bibliát, és megnézzük az üzenetet. Valaki hangos veled, és olyan dolgokat közöl, amit úgy gondolsz, hogy parancsolgat neked. Ne hagyd, hogy így legyen. Fordulj el ettől a szemétől. Maradj mindig a napodnál, mert az a fontos, az, amit átélsz. Van valaki a közeledben, rokon vagy ismerős, aki hamarosan elköltözik. Van egy férfi a közeledben, aki szeret téged, és be fogja bizonyítani magát. Ez a férfi sokat sírt, de ez elmúlik. Közeledik hozzád egy hír, ez lehet egy dokumentum is.
Figyelj oda a saját életedre, és uralkodj e felett. Te saját magad irányítod a sorsodat. Akkor is, ha kicsit idősebb vagy, találd meg a belső békédet, a nyugalmadat. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!